Az autóipar mindkét országban a gazdaság húzóágazata, amiből Szlovákia és Magyarország is gazdasági előnyt tud kovácsolni, mondta el a Szlovák Köztársaság nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa. Az autóipari gyártáshoz ugyanis a beszállító cégek Szlovákiából tudnak Magyarországra szállítani, és fordítva is. A nemzeti és uniós forrásokból épített közúthálózat gyorsforgalmi utak továbbfejleszthetik a két ország gazdasági üzleti kapcsolatait. A kétoldalú kereskedelmi forgalom 6 milliárd euró hangzott el. A kereskedelmi forgalom növelését pedig a kassán működő nemzeti kereskedőház is tovább serkentheti. A másik az, amire törekszünk, hogy támogatjuk a kis és középvállalkozókat, az ők kapcsolataikat. Ugye itt sok olyan lehetőség van, ami a regionális piactól függ, a helyi piacoktól. És ott lehet keresni a lehetőségeket, mert mégiscsak a kis és közép cégek tudnak alkalmazkodni. A rendezvényen a megyei iparkamara, az eperjesi és a kassai kamara is jelen volt. A szervezetek közötti kapcsolat több évre közös uniós pályázati együttműködésekre tekint vissza. Mindkét oldalnak nagyon fontos feladata az, hogy a vállalkozóknak a szolgáltatásait, a termékeit megismertesse a másik féllel, és itt megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, ahol tudnak üzleti kapcsolatokat építeni és egymással üzletet kötni. Magyarország-Szlovákia viszonylatban a legnagyobb lépés a turizmusban történt. Az elmúlt években ugyanis sikerült megismertetni turisztikai értékeinket, szolgáltatásainkat a szomszédos országban. Ez köszönhető a testvérvárosi kapcsolatoknak is. Nyíregyháza sóstóra szívesen jönnek Szlovákiából. A legtöbb vendégészakaszra a Szlovákiából érkező vendégeknél van Nyíregyházán, és azt tudjuk, hogy az elmúlt 5 évben 2 számjegyű növekedés volt évente. Ez egy nagyon nagy eredmény, amit természetesen lecsapódik konkrét munkahelyekbe, az e területen működő cégeknek a bevételében. A fejlődő térségekben szükség van a jól képzett szakemberekre is, ehhez elengedhetetlen az egyetemek együttműködése. A szlovákiai Eperjes és Nyíregyháza önkormányzatainak ösztönzésére együttműködési megállapodást írt ma alá az Eperjesi Egyetem a Nyíregyházi Egyetemmel. Ott, ahol vannak közös, vagyis hasonló szakmák, hasonló irányzatok, hasonló szakok. Ami olyan legegyszerűbb forma persze az Erasmus, mobilitás, és utána látni fogjuk, hogy miben fogunk tudni működni tudományban, közös konferenciákról, természetesen lesz szó, közös kiadványokról. Az Eperjesi Egyetemre több mint 10 000 hallgató jár, ahol főként humántudomány területeken képeznek.